Szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Fókusz Fog stúdiójából, a Magyar Mozi Mesterei című sorozatunk mai adásából, amelynek vendége Koncz Gábor. Szeretettel köszöntöm itt. Tegeződni fogunk, és mindjárt el is mondom, hogy miért. Helyes. Mert én hajdanán, nagyon régen a MAFilmnek a nemzetközi stúdiójában voltam asszisztens, és több filmben is együtt dolgoztunk ott. Például a Vörös zsaruban, abban a Schwarzeneggeres filmben. Például, igen, ahol oroszul beszéltél, emlékszem. Schwarzenegger is oroszul beszélt. Te igen, is... mert én oroszból államvizsgáztam, meg franciából, és a Zserminálban ezért játszottam. Igen, meg még a Music Boxban is együtt dolgoztunk, a Costa Gavras filmjében, amiben Jessica Lange szerepelt, az is egy híres. Hogy így de szép. Ó, de szép. Ugye szép volt, igen. Így néztem mindig a tükörbe, mert itt ült mögöttem, azt mondja, Gábor. De hogy annak idején, mikor oda a nemzetközi stúdióba jöttek amerikaiak, főleg bérmunkákat forgatni, és akkor kisebb szerepekre kerestek magyar színészeket, ahányszor téged behívtunk, téged mindig kiválasztottak, mert... De én soha életemben próbafelvételt, vagy castingot nem csináltam. Igen. Csak úgy bementem, és volt olyan, hogy hazament az amerikai rendező asszisztense, és mondta, hogy mikor megláttam, mikor kihívtak, hogy mi azt hittem, hogy forgatni kell, és láttam, hogy egy csomó jelentős színész ott, mondom, ti mit kerestek itt? Hát kaszni. Fogtam és bevágtam az ajtót, azt mondja, neki az kell, az a pali, és jött, és akkor megcsinál. Egyszer volt az, hogy azt mondták, hogy őt nem kérjük, mert a fő gengszterek azok külföldi színészek voltak, és ilyen algengszternek kellettek magyar színészek, és megláttak, és azt mondták, hogy úristen, hát ez a pasas lejátsza a mi gengsztereinket a vászonról. Tehát, hogy ez volt az egy, amikor azt mondták, hogy nem kérjük, mert túl jelentőség teljes voltál. Na, akkor kezdjük el. Arról szoktunk itt beszélni ebben a műsorban, hogy ki hogyan választotta ezt a pályát, hogy került a színészet közelébe. Erről beszélnél egy kicsit? Hát igen, az senki nem gondolta, hogy egy paraszt gyerek majd odáig fog eljutni 22 éves korába, hogy Mexikóba, ugye mindjárt kihívtak 22 éves koromba fesztiválra. Filmfesztiválra. Az melyik film miatt? Acapulcóba, a Legenda vonaton. Legenda vonaton, igen Rényi. Az első film. Tamás, igen. Bónus! Jöjjön vissza! Ide figyeljen, Piroska, jobb lesz, ha maga most aludni megy. Jöjjön vissza. Most mit van úgy oda? Vegyen mély lélegzetet. Jöjjön vissza. Hát ki vagy te itt, mi? Mit parancsolgatsz? Hagyja békén azt a lányt. Jöjjön vissza. Dehogy megyek. Kérdezték másnap, hogy hova akarunk menni, hova akarok menni. Minden van Rembrandt Múzeum, meg van vízisi világbajnokság. No, milyen? Vízisi? Gondold el, életemben nem. Akkor hittem el, hogy Jézus járt a vizen. Mondtam, hogy jó, oda mennék legszívesebben. És április volt. És mondom, de hát ilyenkor hogy siel? Ilyen? Uh-huh. Azt mondja, gumiruhába. Uh-huh. És aztán megvettem azt a gumiruhát,
és hazahoztam, és akkor itt Pesten kerestem a legjobb asztalost, ott lemértem centivel, hogy hogy néz ki ez a sí, és akkor a legjobb asztalos, és megcsináltattam, ilyen autógumiból csináltunk rá kötés, minden, és mindenki engem nézett, sőt, még meghívtak, tudod, akkor volt augusztus 20-án az a Dunán, a hajók föl, igen, és én vonultam sível föl közöttük, saját csinálta létszel. Úgyhogy olyan gyönyörű életem volt, hogy ezeket nem is tudnám. Igen, másnak. De hogy az elején, tehát, hogy ott voltál te valahol mezőkeresztesen. Vigyázz, mert most már ott 12 milliót összeadtak, és szobrod. Építettek egy szobrot nekem. Bizony, azért ez annyira... nagyon keveseknek adatik meg, hogy életükben szobrot csinálnak, akkor ezt gratulálok. Igen. Jól esett. Igen, tehát, de hogy jutott eszedbe, hogy színész leszel? Úgy kérlek szépen, hogy 8 éves koromban az iskolai igazgató megbízott azzal, hogy a Nemzeti Dalt március 15-én a községháza lépcsőjén a falunak én mondjam. Rövidnadrágba, március 15, kurva hideg volt, én fáztam, de boldog voltam, mert tudtam, hogy nincs vége, hogy nekem még ezzel a talpra magyarral még dolgom van. Kvázi dolgom is volt, mert fölkerültem a színművészetire, és utána 25 éven keresztül én szavaltam a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, ott, ahol állítólag Petőfi szavalta, és nagyon-nagyon jól esik. Az embernek mindig jól esik, ha méltányolják valahol. És a főiskolán kik voltak a mestereid? Kikre emlékszel vissza szívesen? Kérlek szépen, három ember, aki nagyon sokat tett az életemhez, meg a filmhez is, illetve sokat köszönhetek a filmnek, mindent, de a film is köszönhet nekem annyit. Na, szóval a mesterem, hát Várkonyi az mindenem volt. És Ádám Ottó, ketten tanították a mesterséget, és aztán Fábri Zoltán, aki megkoronázta ezt az egészet. Igen, és de ő a főiskolán nem tanított téged, ez csak az, hogy a film... Fábri nem Fábri tanított. Nem. Igen. Meghívott minden. Nem csinált ő próba felvételt, meg azt tudta, hogy én kellek neki. Igen. Hát és akkor én meg tudod, abban az időben minden újságíró azt kérdezte, hogy mit szeret jobban, ilyen primitív kérdéseket, a színházat, vagy a filmet. Ugye azt szereti az ember, ami közelebb áll hozzá, és például azt kérdezték, hogy mit szeret, melyik filmet? Imádom a kalandfilmeket, ilyen Dunai Hajós, meg Gyula Vitéz, meg... De volt mégis, amit én jobban szerettem. Mert ott nem kellett csinálnom semmit, amikor a paraszthősöket játszottam, például Fábrinál, csak rá kellett gondolnom az őseimre. És az annyira jó volt. És minden mozdulatom fölhívott, mert a Toldit is játszottam színházba, és most egy professzor odajött hozzám, azt mondja, te nem is tudod, hogy a Várkonyitól kaptam, és mellette ültem, mikor a Toldit játszottad,
És akkor azt mondta a Várkonyi, hogy oda néz, akármilyen indulata van, soha nincs ökölbe a keze. És most árult el. Úgyhogy nem tudom már ezt Várkonyinak megköszönni. De ő megköszönte nekem. A próbatáblán halál előtt, mikor egy héttel kifüggesztette, hogy kitől búcsúzzik el, mi azt írta, hogy és elviszem a túlvilágba koncnéni töltött káposztájának az ízét. Mert jött és külön öltözőm volt, azt is elmesélem. És akkor... Ez a Vígszínházban csak, hogy Vígszínház, az volt az én csoda korszakom. De utána, amikor meghalt a Madács Színházból, Ádám Ottó telefonált, aki a másik mesterséget tanított, azt mondja, meghalt, szeretett főnököd, mert racsolt. Én imádtam attól, hogy racsolt. Szerződj át hozzám. Mondom, Ottókán fél óra múlva ott vagyok, benyitottam a tölgyfajtón, és Ottó nem csinált semmit, csak ez az első szereped. Ez volt a Szálemi Boszorkányok proktora. Na szóval ilyen emberek között nőttem föl. Értem. És akkor elkezdted a pályát, az első filmed rögtön ez a Legenda vonaton volt, ugye? Ami aztán ezek szerint mindenféle díjat nyert. De azt láttam, hogy Rényi Tamással rendezővel nagyon sokat dolgoztam. Az első 6 filmjének a főszerepét én játszottam. Tamás, nagyon-nagyon szerettem. A szorgalmas élet meghozta a gyümölcsét. Íme! Perkónak most már mindene van. Jó állása, lakása, kicsi felesége, gyereke, sérfkötője, aranyere, viszere, luttal betétje. A luttal betét erős volt. Visszavonom, szóval mindene van, csak egy dolog hiányzik. Na mi hiányzik? Szeretője nincs neki. Micsoda? Szeretője. Az nincs neki. Azt mesélt a Gazdag Gyula ebben a székben, hogy ő asszisztenskedett a Borsban, a Gazdag Gyula rendező, és hogy rengeteget nevettetek, hülyéskedtetek, hogy nagyon-nagyon jó hangulatú volt a forgatás, és hogy ti személyesen a Bújtorral találtatok ki egy csomó hülyeséget. Azt mondta, hát a Szabó Isten rendezte az elsőt, és azt mondta, hogy találjatok ki magatoknak, mert egyetlen egy tévérend, aki a Borsot 16-an rendezti, nem figyeltek oda, mert maguk nagy filmjére azt akarták megcsinálni jól, hogy nagyon jó meg. Igen, Sándor és Pál is rendezett benne, Szabó István is, igen, Herskó, Simó Sándor, ők is mind. Szóval azt mondta Gyula, hogy azt, hogy megcsíptük Oszi, vagy Dezső, megcsíptük. Azt, hogy ezt is ti találtátok. Mi találtuk, persze. Kérlek szépen, kint jártam a filmgyárba, és akkor a Küllő a dramaturg volt. Azt mondta, hogy ez ugye hát most ti meghaltok 5. rész végén, azt mondja, és még 15 részt akarunk csinálni, hogy nagyon kell, gondoltam magamban, jó van, mondom, nem szólok a Bújtornak, majd magam vezetem végig ezt a nyomozást. De hát az ismerte minden gondolatomat. Az volt a feladat, hogy én a várba száguldok, szikrázott a kő, a kockakő lóval el, és utána ráhanyatlok a lóra, és annyi. Pista meg már addig a vaskapu, gyönyörű vaskapu volt, és akkor így belekapaszkodott, lecsúszott, meghalt. Jó, én nekem hiába üvöltötték, hogy Gabikám, már szóltunk, már lövés volt, már haj meg. Az Istennek nem tudtam, hogy megy le a nap, most már vége lesz a forgatás. Jobban kihúztam magam, és elmentem. És nem haltam. Bújtor, ettől lett még 15 rész, hogy Bújtor észrevett, hogy mit csinál ez?
ó, ez valami, mi valamit seftel. És azt mondja, jövök, Oszi! És benne volt ez a keze. Ez a keze a filmben. Ebből aztán 15 rész lett. Hát ezek voltak, ezek csendőrök, ezek a Zoszi meg a Dezső, ha valaki nem tudná. Igen, de hát ti voltatok a legjobb Pistám figurában. Édesabb, Sztankai ugye nagyon nem szeretett bennünket, mert ugye alacsonyabb volt, és mindig lépcsőn akart menni. De hát ott volt mellette az Antal Imre, aki szintén alacsony igen. volt. És azt mondta, hogy az urak, így hívott bennünket, hogy az urak. Ez a Bors, ez is nagy siker volt. Csak úgy, mint a Gyulavitész télen-nyáron, hát az rád lett írva, vagy nem is tudom. Nem csak az, még egy csomó rám lett igen, írva. Igen, de az egy nagyon-nagyon érdekes film, mert az ma Bácskainak is érdekes. Bácskainak az volt a legjobb filmje. Igen, 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 igen. Tehát, hogy lesz egy... Marci bácsi meg is halagudott rám, mert azt mondta, a Kockám, jövő héten forgatjuk ez a... Ez a Keleti Mártonról igen, beszélünk? Igen, Keleti Márton. Jövő hónapban kezdjük forgatni a Prem Ferenc. Volt egy ilyen háromrészes film volt, és akkor Sinkovics játszott el végül. Aha. Mondom, Marci bácsi, drága, hát én már leszerződtem a maga tanítványánál, Bácskai Laurónál, a Gyulavit egy főszereplő. Viszontlátásra kész. Aztán még a Változó felhőzekbe játszottam, akkor megbocsátottam. Ja, csak ez a Gyulavitéz, ez azért érdekes, mert ez ma is egy teljesen aktuális téma. Kérlek hogy szépen, egy... most csinálják ezeket a gagyi szappanoperákat, ez volt pedig, ezek termelik a celebeket, ugye. De ez volt az a film, ami megteremtette ehhez a sorozathoz, az alapot. Ugye arról van szó a filmben, hogy van egy teljesen hétköznapi ember, akit felfedeznek, és egy tévésorozat főszereplőjét teszik, egy középkorban játszódó tévésorozat, és az emberek azt hiszik, hogy nem is tudom, tehát, hogy így egybe játszik a valóság és a tévéjáték, vagy tévéfilm. Igen. És az emberek megőrülnek a Gyulavitézért, és lelki betegek lesznek, mikor kinyírják Gyulavitézt. Hál' Istennek, megőrültek. Tényleg nagyon szeretett akkor. Igen, igen, igen. Az utcára sem lehetett. Itt mi történik? Az a pofa sajnos ránk tört. Elnézést kérek, de megvan még egyszer. Innen gyorsan megyek már, jó? Ez a pasos tetszik nekem. Állj csak meg egy pillanatra. Ez egy karakter. Futtasd csak vissza az elejére. Olyan... Matyós feje van ennek, nem? Nem írom alá, három láda megugrott. Menj a francba! Nem írom alá! Kérem Hol? Szépen, ne tessék haragudni, ez egy vér, vér. Érzem benne azt a vérbő magyar virtus. Óriási. Mindjárt lecsavarja a fejét. De hát ez egy vadállat. Kit érdekel az nekem? Pont ilyenre van szükségem, és nézd, milyen kifejező az arca. Óriás, és hullámzik rajta az indulat. Gyönyörű, leköpte! Egymás vérét, magyar vitéz. Éljünk békén a szivárványos ég alatt. A szíved is oly nyílt, mint szabad, jobbomat nyújtom. Ennyi elég, leállunk. Ez a Bodó kocsia. Önök, miért ölelgessem én ezt a kontyost? Most gyújtotta föl a perjest. Bízd rám, majd én tisztába teszem. Gyerekek, ezt egy gőzfürdőbe fölvettük. Valami gáz van. Sajnos ezt nem tudom eljátszatni a színészeimmel, ebből egy szexuális aberráció lesz. Ne is törd rajta a fejed, ez mind nincs. Gyere, beszélni akarok veled. És akkor szeretnék még beszélni a Fekete Gyémántokról, mert ott is egy nagyon-nagyon jelentős szerepet játszott át a Várkonyi. Várkonyi.
Várkonyi. Igen, tehát igazából annak a filmnek két főszereplője van. Várkonyi annyira szeretett engem, hogy az egész verekedési jelenetet, a kocsma jelenetet, kaszkadőrök volt, a könnyű volt veled, azt mondja, Matyó, mert így hívott. Hogy? Matyó? Matyó. Ja, hogy mert hogy oda Matyó valósi is vagy. Aha. Te rendezd meg ezt az izét, én idejövök, délután megnézem, és fölvesszük. És akkor én megrendeztem azt az egész, nagyon szerettem az ilyen verekedős jeleneteket, igen. És nagyon alkalmasok voltak az aranyos kaszkadőrök. És akkor Várkonyi odaült a kamera mellé, mögé, és senki nem sérült meg a filmbe, egyedül ő, mert így hátra esett. Könnyekem megsérült nagyon is. Egyszer vettük föl. Fábrival szintén egy volt. Mindjárt odaérünk. Én szeretek beszélni róluk. Jó, mindjárt Fábrihoz érünk, csak hogy azt mondom, hogy ez a Szafrán Péter, akit játszottál a Fekete Gyémántokban, tehát ez nem csak verekszik, ez egy komoly jellemábráz, tehát ez egy nagyon komoly szerep, én szerintem. Tessék! Elnézést, hogy ilyenkor jöttem. Jó estét. Csodálom, hogy a mai história után még elém kerül. A mérnök úr felelettel tartozik nekem. Ki volt az a férfi, aki napokig itt szaglászott a telepen? A mérnök úrral is tárgyalt. Mi köze hozzá a Szafrán? Hogy mi közöm? Az a férfi Tolvaj. Megszöktette Elvilát! Honnan tudja, látta? Láttam őket a kocsiban! A házuk üres! Ki volt az a férfi? Miért akarja tudni? Megbüntetem. Ne beszélje már bolondokat. Üljön le. Az egy dúsgazdag bankár, annak maga a közelébe se férhet. Üljön le. Meg fogom büntetni. Az a férfi megölt engem. Maga okozta a bajt magának. Hányszor megfogadta, hogy többé nem iszik? Most meg részegségében szétverte a kantint. Megütötte Evilát. Igen, tudom, hibás vagyok én is, meg az ital is. De hát kérdezte valaki tőlem, hogy miért iszom? Szafrán a vadember. Így hívnak a hátam mögött. De hát mit tudnak rólam? Alig két esztendeje élek itt. Bejártam a világot. Aranyások között tanultam meg inni. És ütni. Egyszer aztán nagyobbat ütöttem. Kapzsiságból egy aranyrögért. Nem akartam megölni. Ennyi a bűnöm. Sok éve már ennek. De soha nem tudom elfelejteni. Én közben nagyon jól éreztem magam, mert vadásztam már akkor, ugye, mint a Gyulám, és akkor... A Bodrogi, ugye? Igen. És akkor lőttem, és akkor sütöttem nekik egy kis vadmalacot, minden a stábnak, ugye. És ugye ott Illés Papi volt az operatőr. Várkonyi jött, nagyon élvezte a mitársa, és ott voltak a kaszkadőrök, meg minden. Rengeteget nyertem tőlük pénzt. De még előtte megfogtam Salgó Tarján nagyon csinos lányát, és mondtam, hogy gyere fel a szálunkba, én kártyázni fogok, és így mondom, jó, tedd ide a lábad, nem érdekes. És akkor a kaszkadőrök, meg akikkel színészekkel játszott, csak ezt nézték, ugye, hogy ide. Én meghívtam, hát mondom, kártyát kéne néznetek, mondom, és ennyi, és annyi. Aha, ez volt az elterelés, a láb. Ez volt az elterelés, aha, most igen. Most már értem. Na, akkor most már végre rátérünk a Fábrira. Tehát, hogy ugye arról van szó, hogy volt ez a Magyarok című film, és annak a folytatása, ami igazából az előzménye, ez a Fábián Bálint találkozása Istennel. Így van. Igen, és lett volna a harmadik rész,
az mi, az is elkészült, ott is én játszottam volna. Aha, az a Dédapáról? Generáció. Aha, aha. Na, akkor mesélj erről. Száraz Gyuri írta a könyvet, de Fábri meg akkor beteg lett, és akkor már nem. Balázs József írta ezt a Magyarok című sztorit. Balázs József. Igen, és ez ugye arról szól, hogy magyar parasztokat kiküldenek dolgozni Németországba. A második világháború idején már. Igen, erről és, meséljél akkor. És forgat, nagyon jól éreztük magunkat, Illés Gyuri bácsi rendezte, mondom. Az operatőrő volt, igen. Igen, papi, mert úgy hívtuk. Hiába mondja Fábri azt, hogy ennyi, amikor az ágyban van a jelenet papévával, szép volt a papéva és tehetséges minden, és lefekszünk az ágyba, mondom, és hiába mondja a Fábri, hogy ennyi, menjen a gép, te csak forgasd. Na kérlek szépen, így volt, lefeküdtünk a dunyha alá, de mielőtt lefeküdtünk volna, így a két talpamat így összesúvickoltam. És nevetett a húzsántól kezdve mindenki, hogy mi ez, Fábri is, nem tudom mi ez, Gabikám, de a gép ment azért, fölvette. Mondom, ezért fogják azt írni az újságírók, hogy lehatoltál a hajszál gyökerekig. Na, nem tudom. És akkor befejeztük a forgatást, 300 ezer forintos nap volt, és akkor én nyugodt voltam, mert tudtam, hogy nekem igazam van, mert én egy ilyen padlóba, döngölt padlóba nőttem föl, ahol valóban így suvickoltuk le a lábunkról a homokot, meg minden. És akkor azt mondja, jött másnap a motoros Albert, az volt a ilyen segédmotorral volt, és azt mondta, hoztam a diszpót, Gabikám, meg egy levelet Fábritól. Mondom, add ide, drága Gabikám, holnaptól a te intencióid alapján kezdjük forgatni a filmet. Ebben az ügyben felhívtam a legkompetensebb embert, Illés Gyurát. Hogy mit szól hozzá. És azt mondta, azt telefonálta, hogy örülj neki, csókold meg érte a Koncz Gabit. És holnaptól kezdve a te intencióid alapján forgatjuk, mert én ott nőttem föl. Nem a Klauzár téren, vagy nem tudom hol, ugye? Én azt tudtam. És tudtam, hogy igazam van. Szép. Adj Isten, emberek! Jó nap. Jól haladnak. Ha így megy tovább, jobb lesz a termés az idén, mint tavaly. Ha minden jól megy, az asszonyok estig be is fejezik a cukorrépát. A gazda látja április, hogy magát érdekli a zene. Azt üzeni, ha akar, bemehet hozzá zenét hallgatni. Csak előtte szóljon nekem. Köszönöm szépen. A kocsis ma még nem láttuk, Breiner úr. Pedig máskor itt szokott lenni. Vizet hoz meg. Kár folytatni a Fábián. Én a maga helyében nem kérdezősködnék. Se tőlem, se mástól. Ki sem ejteném a számon a kocsis nevét. Gondolom, nem azért jött, hogy hazaküldjék. Ide figyeljen, Breiner, mit gondol, ha érdekel magát? Mit érdekel téged a bűne? Érdekel, nem érdekel, az más dolog. De beszéljen velünk emberi hangon! Jó van, jó van. Breiner úr, egymás között vagyunk, maga fenyegetőzik. Mi tisztességgel kérdeztük a kocsist. Maga meg fenyegetődzik. Sajnálom, nem volt szándékomban. De maguk ide dolgozni jöttek, nem nézelődni. Jó pénzt kapnak a munkájukért. Csak arra figyeljenek, semmi másra.
A saját érdekükben most is jobb, ha behunják a szemüket. Fábri utána mindig hallgatott rám, mondom, Zoli bátyám, kigondoltam a halálomat, az a Fábián Bálint találkozása Isten, hogy hogy leszek öngyilkos, hogy találkozom az Istennel. Mondom, behozod a kamerát, fölsvenkel a harangokig, és itt látod a négy kötelet, és utána Fábri hazaküldött az apám ruhájáért, kalapjáért, mert nagyon jellegzetes volt, fekete kalap volt. És akkor azt veszed, hogy csomózok egy kötélen egy, és akkor megkondul a harang, és akkor ez a fekete kalap, jellegzetes fekete kalap, így esik, gurul le a falépcsőn. Játszottam én mindent. Minden, de tényleg Kapukmarcitól kezdve mindent. Igen. Bangbánig is játszottam filmet, és még a Tiborcot is eljátszottam, az meg egy másik film volt. Aha. Nemrég itt volt Bereményi Géza, a régi módi történetben játszottad. Igen. Az egy annyira megrendítő alakítás volt. Az. Abban semmi fene gyerekség nem volt, az csupa lélek. Semmi. Szabó Magda annyira szeretett engem. Utána játszottuk, az a szép fényes nap, ugye én voltam a Géza fejedelem, minden, és írt nekem egy gyönyörű levelet. Ez Szőnyi Saca rendezte. Szőnyege Sándor. Igen. Írt nekem, megvan a levél, valamelyik nap épp lapozgattam ott a dolgokat, és láttam, olyan jól esett, hogy Gabikám, vettem neked egy kürtöt, a Lehel kürtjét. Senki nem fújhatja meg ebbe az országba más, csak te. Aztán eljátszottam még darabjait is, meg ezt is eljátszottam az Új Színházba. Csak akkor már másik szerepet, az, ahogy az ember öregszik. Ugye, szóval őt
Nagyon szerettem, de nem csak őt, mert a Szőnyit is, akiről az előbb beszéltem, a Zsuzsébát is, Zsuzsébával rengeteget forgattam. Igen, igen, igen. A Névtelen vár, igen. Például a hatrészes Névtelen vár, szerte Európában mindenütt. Mentünk kocsival és kerestük, hogy hol találunk egy olyan várat, aminek csak egy bejárata van, nagy tó, nád és hanyistrókot beleképzeltük, és rózsaszínre van festve a vár is. Aztán oda jön hozzánk egy fiatalember, azt mondja, én onnan való vagyok, hallom maguk, mit keresnek, mikor már itthon voltunk. Azt mondja, ott van Cserben a Lehotán egy ugyanilyen vár, mint amit maga. És kimentünk, összeesett Zsuzséval, azt mondja, ilyenkor tudod, az szokott lenni, hogy az elektromosságot, a modernséget elmaszkírozzák gajakkal, meg minden. Azt mondta, Éva, hogy csináljátok meg, az építészek jön csinálni. Minden kábel a föld alatt ment, semmit nem kellett csinálni. De ez hol van? Cserben a Lehota. De az milyen ország? Morvaország. Morvaország, aha. És gyönyörű volt. Azt mondja, most meg benyitott, sok ajtó volt, és azt mondja, hozzatok ide modern, olyan korabeli bútorokat, ami, és ahogy nyitottunk tovább, semmit nem kellett vinni, mert mindenbe volt bútorozva. Úgyhogy nekünk csak oda kellett menni és játszani. Aha, értem. És aranyos volt az Éva. Azt mondja, nem jött meg még a Szabó Sanyi, ő volt az üldözőm. Azt mondja, nem jött meg valami, Gabikám, mennyi, innen vesszük föl, nem látszik, hogy nem a Szabó Sanyi, dublírozd be magad, és lovagolj be, és verd meg a várnak az ajtaját, és azt mondja, majd beenged. Busz Gyuszi. Uh-huh. Busz Gyuszi, mert az volt a szolgám. És akkor ilyen hasat tettek ide minden, és ahogy jött, azt mondja, Gabikám, mondta Zsuzséva, nem ugrasz föl, mint ahogy te tudsz, hanem szépen lassan, Szabó Sanyi mászik föl. Fölmásztam, és ebbe a pillanatban ért oda a Szabó Sanyi, azt mondja, és látta, hogy az ő jelmezében vagyok. Szállsz le rögtön, azt mondja, hát hogy szálltál fel? Akkor meg ő szúrt le engem kegyetlenül. Jó, térjünk vissza akkor most egy kicsit arra, hogy az Új Színházban játszol most. Mennyire játszol? Mert azt látom, hogy most volt... Igen, igen, a gerincemet operálták. Aha. 14 csavart tett be Varga Péter Pál is. Nagyapám fokosával. Látod? Szép darab, szép. Hú, és ilyen lófeje van. Igen, lófeje van. Hát közön van a lóvakhoz, majd igen, arra igen. Is kérdezhet. Ugye, ez mogyorófa vesző. Uh-huh. És... De játszol már? Igen, igen. Hát kisebb szerepeket, uh-huh. Ugye. Most már megkímélnek engem. Még annyit, hogy ez is lófej. Négy lovam volt mindig, mert nekem jogom van lovakat tartani, mert az őseim is kulákok voltak és lovakat uh-huh. tartottak. És volt egy szép történet, ha még ez belemegy. Hogyne, hogyne. Otthon voltam, akkor érettségiztem. És egyszer csak jön egy géppisztolyos ember, meg két ilyen fog meg. Bemennek az istállóba, és kivezetik a négy lovat. És akkor én csak apámnak, meg Pista bátyámnak, meg ilyen nagy darab állatok voltak, hogy fogtam a kezüket, mert láttam, hogy nézik a vasvillát. Tudod? Mellesleg egyszer apám, mikor Pestre jöttem, azt mondta, fiam, ha megdobnak kővel, szúrd agyon vasvillával. Kemény ember volt, és attól féltem, hogy ők is elragadtatják magukat is. Elvitték a négy lovat, és ezek ott álltak a kapuba,
a pudvás kapufa mellett, és néztek abba az irányba, amerre a lovakat vitték. Már régen lement a nap, már nem láttak semmit, csak érezték. Jaj, de ez nagyon szomorú, ne fejezzük így be. Na várjál, akkor van egy másik lovas történetem, az jó, az jó, jó befejezés. Apámmal mindig részében jártunk aratni. Tudod mit, hogy az egyik része a tiéd, te learatod kaszával. Apám kaszált, én szedtem a markot, később meg már én kaszáltam, hogy apám akarta, hogy megtanulják, és akkor azt mondta apám, mert mindig egy fél órát ledült, úgy ledült így a tarlóra, fél órát, amíg anyám kihozta az ebédet. Azt mondja, fiam, csutakold le a lovakat. Hogy mondom, nem fogom, én itt van 2 kilométerre a Tisza, összekötöttem a három lovat, és akkor felültem egynek a középső lónak a nyergébe, illetve szőrén, nem is nyergébe, és akkor levezettem a három lovat a Tiszába. Megyünk a Tiszába szépen, és akkor még volt, amíg nem volt meg Kisköre, nem volt meg, akkor még ilyen örvények voltak, úgynevezett kutak. Ajaj. És egyszer csak elsüllyedt a három ló. Ujjjjj. Én még valahogy ki tudtam volna, bár ugye úszni nem tudtam, mert keresztesen akkor ért a Kácsi-patak derékig, ha megáradt. És ugye valahogy ki tudtam volna vackolódni, de úgysem mertem, mert apám úgyis agyonvert volna a lovak nélkül megyek haza. Elég az hozzá, hogy a három ló, amit senki nem tanított úszni, ami össze volt kötve, nem ellenkezett, nem teljes harmóniába, ahogy tanítják az embereket, igen, hogy nem ellenkezni az örvénnyel, hanem három kanyar tenni, és itt kidobott a partra, és már akkor a lovaknak köszönhettem az életet. És te rajtuk ülték? Nem, a fülét fogtam, mert tudtam, hogy a ló, ezt tudtam, hogy ha víz megy a ló fülébe, fölborul az egyensúlya, és akkor és így tartottam ki magam mellett. Őrület. Na, ez nagyon szép történet. Ilyen. Ez nagyon szép történet. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Jó egészséget, gyors gyógyulást. Beszélgetek. És még sok dolgos évet, és tényleg nagyon örülök, hogy eljöttél, egy igazi élő legenda vagy. Kedves nézőink, ma este új kalandfilm sorozattal jelentkezünk, amelyhez valamennyiüknek jó szórakozást kívánunk. Thank you.